Egy ország, ahol hónapok óta érvényben van a szükségállapot, egy 20 év körüli kiskatona, aki disszidálni akar. Egy menetrend szerinti malév járat, amely Leningrádból érkezik és Varsó érintésével Budapestre tart. Egyszer csak megjelent ez a fiatalember. Ránk fogta a géppisztolyt és annyit mondott, hogy Fly Tempelhof. Haláli csönd volt. Mindenki ült a helyén, előlült három sztjuárdesz. 40 évvel ezelőtt több mint 6 órás idegtépő túszdráma zajlott a malév első 254-esének fedélzetén a lengyel főváros repülőterén. Milyen megoldást szorgalmaztak a lengyel hatóságok és hogyan próbálta kezelni a helyzetet a magyar kormány? Mi minden történt a repülőgép pilóta fülkéjében és utasterében a hideg novemberi estén? És hogyan emlékszik a legkritikusabb pillanatokra a járat akkori első tisztje és fedélzeti mérnöke? Ha nem indítunk hárba, ez akkor lelő valakit. November 27. Este 17:30 előtt nem sokkal landol a varsói repülőtéren a malév 121-es járata. A személyzet régóta úton van, tagjai 4 szakaszos szolgálatot teljesítenek. Délelőtt 10 órakor szálltak fel a Lima Charlie Alfa Lajstrom jelű 254-essel Ferihegyről, szintén a lengyel főváros érintésével Leningrád felé, ahonnan egy órás fordulóidőt követően indultak vissza Budapestre. Varsóban 42 utas és a személyzet maradt a fedélzetem. A repülőtéren viszonylag hűvös este készült beköszönteni, -4 fokot mutatott a hőmérőhigany szála. A történet főszereplője ez a repülőgép volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren ma is látható LC Aladár, a malév első 254-ese, amely korszaknyitó típusnak számított lassan 50 évvel ezelőtt a légitársaság flottájában. Érkezésének 45. évfordulóján széleskörű repülőtéri összefogásnak köszönhetően visszakapta eredeti, a 70-es évekre jellemző festését, emellett 2 hajtóművet is visszaszereltek a gondolákba a műszaki bázis szakemberei. A gép időről időre feltűnik a 2-es terminál mellett. A tél beköszönte előtt ezen a 254-esen zajlanak a földi kiszolgáló szervezetek jégtelenítési gyakorlatai, de LC Aladár segítségével történt az elmúlt időszakban számos utas hit kalibrálása is. Az Aeropark tárlatvezetője Horváth Árpád akkoriban fiatal fedélzeti mérnökként dolgozott a 254-esen. Nem sokkal korábban került át a nagyvasra az IL-18-asról. A repülőgépen az összes műszaki dolgot a fedélzeti mérnöknek. Ő volt a műszaki agymen, aki a papírokat intéz, a számításokat csinálja, a súlypontot intéz, a bőrnöket, és műszakileg őnek kell átnézni a futóművet, a folyásokat, a hajtőmeket. Szóval őnek kell műszakilag aláírni a papírt, hogy minden rendben van a repülőgépen. Mint minden fordulóidőben a lengyel fővárosban is neki kellett körbejárnia a gépet, ellenőrizni a rakodást, illetve annak befejezése után a csomagteret zárni. Lesétált a gépről a betorra, a lépcső mellett posztoló 2 fegyveres katona mellett. Amíg a 254-es körbejárását végezte, fogalma sem volt arról, hogy milyen események bontakoznak ki pillanatok alatt a fedélzeten. Itt ültünk bent a pilótakabinban, ugye Nagy Imre kapitány úr a baloldali ülésben, én pedig ezen a jobboldali ülésben, és hát ahogy lenni szokott, ilyenkor vártuk az utasokat, és közben előkészítettük a pilótakabint a felszállásra. Egyszer csak megjelent ez a fiatalember a gépeltérítő itt a pilótakabin ajtajában, tehát katonaruhában, és egy AK-47-es géppisztolya. Ránk fogta a géppisztolyt, és annyit mondott, hogy Fly Tempelhof. Tempelhof akkoriban Nyugat-Berlin repülőtere volt, ami egyébként nem mellesleg Európa egyik legérdekesebb légikikötőjének számított egészen a 2008-as bezárásáig. Egyes vélemények szerint ez volt a világ első kereskedelmi reptere, de ez volt a berlini légihíd célállomása 1948-ban, amikor 15 hónapon át a levegőből látták el a nyugat-berlini lakosságot, és amikor 30 másodpercenként indult vagy érkezett egy áruszállító járat. Később a Panem német
németországi bázisaként szolgált a Tempelhof. Ide szeretett volna megérkezni a Malév 254-esével a lengyel katona. Kapitány úr rádión jelentette, hogy mi történt. A gépeltérítő igaziból nem korlátozta a rádió használatot, tehát ő nem mondott semmit, hogy nem nyúlhatunk a rádióhoz, vagy ilyesmi. Úgyhogy a kapitány úr jelentette, hogy mi a helyzet, és utána nagy csönd volt a rádióban. Ez alatt Horváth Árpád teljesen gyanútlanul még mindig a gép átnézésével és a raktérajtók zárásával foglalkozott. Ezt a kilincset ezt meg kellett így fogni, és be kellett húzni a helyére. Így előhúzok, és akkor berántani, és bezárni a csomagtérajtót. És akkor ezt én így becsukva bezártam a csomagtérajtót, és elindultam fölfel a gépen. Tankolni nem kellett, Leningrád úgy megtankoltunk, hogy ez Budapestig elég legyen. És akkor még gőzöd nem volt itt lent, hogy már mi történik a túloldalon. Semmit nem tudtunk lenni, igazából minden békességnek tűnt. A rakodás befejezése után el is indult a fedélzetre, ahol arra számított, hogy az utasok még pakolgatnak, elhelyezkednek, a szokásos indulás előtti sürgésforgás zajlik majd. Egészen más állapotok fogadták. Két katona, kettő ilyen egyenruhás géppisztolyos katona rohant le a lépcsőn, velem szerintem majdnem lelöktek, és így elmenekültek onnan. Hát nem tudtam, hogy miért szaladnak igazából, de abban az időben ugye a szocialista gépeket ugye katonák őrizték az összes szocialista országba. Ilyen határőrök őrizték, hogy ne menjen föl idegen a fedélzetre, utasok is ne keveredjenek össze, ne menjen be idegen, most ne diszidáljon senki utas abban az időben. Tehát ez szokványos volt, hogy a katonák feljönnek a gépre, körülnéznek, utána lejönnek, és akkor ez nem volt semmi különlegesebb az egész volt, hogy én nem, még mikor itt voltam, én nem tudtam, hogy itt mi történik fönn, semmi információm nem volt róla. 1981. december 13-án reggel 6 órakor a Varsói Rádió 1-es programjában Wojciech Jaruzelski tábornok bejelenti a szükségállapotot, amely Lengyelország egész területére érvényes. Akkoriban már majdnem egy éve érvényben volt Lengyelországban a szolidaritási mozgalom és a hajógyári tüntetések miatt bevezetett szükség, majd hadi állapot. Felszólította a katonákat, hogy teljesítsék kötelességüket. Hozzátette, hogy a lengyeleknek maguknak kell megbirkózniuk problémáikkal. Az egész országban kikapcsolták a telefonvonalakat, valamint katonai ellenőrzés alá vették a rádiót és a televíziót. A mozgalom résztvevőinek tízezreit letartóztatták és internálták. Sokan próbáltak akkoriban disszidálni, valamilyen módon elhagyni Lengyelországot, így a repülőgépeket is fokozatosan ellenőrizték a hatóságok. Előző járatokon már diszidáltak ilyen katonák, akik ott voltak lent, de ezt már később tudtuk meg ottani dolgozók is, akik ott dolgoztak a reptéren, fölmentek a gépre, beültek valóban a sarokba, és akkor eldiszidáltak. Nagy Imre kapitány utasította az első tisztet, hogy kezdje el előkészíteni a berlini repülést. Szedje elő az útvonalra és a Tempelhof repülőtérre vonatkozó dokumentációt. Csináljak egy vázlatos, ilyen manuális útvonaltervet, számoljam ki az üzemanyag szükségletet, meg ilyesmi, hát amit kellett volna. Haláli csönd volt. Mindenki ült a helyén, előlült három sztjuárdesz, meg sem mozdultak, semmit. Ott elől állt egy katona, és innen indultam felé. Horváth Árpád még szólt is az egyik utas kísérőnek, hogy adjanak a katonának egy maléves csokit, ami akkoriban szokás volt, hogy utána hadd távozzon, ám pillanatok alatt számára is világossá vált, hogy ez a módszer most nem fog működni. A kapitány a sorokban mondta, hogy gépeltérítés van, hijacking, és tett fel a kezedet, és egyezzél bele mindenbe. Hány perc alatt zajlódott le, amíg te lementél meg visszaért? Ez 5 perc lehetett, hát, vagy mennyi? Körülbelül 10 percet vett igénybe. Miközben a fiatal katona közölte az utasokkal, hogy ne próbálkozzanak semmivel, és mindenki mozdulatlanul maradjon ülve, Árpád bejutott a szolgálati helyére, és egyeztetni kezdett a pilótákkal arról, hogy érdemes-e Tempelhofra menniük. Az időjárási előrejelzés ugyanis nem kecsegtetett túl sok jóval. Egyre sűrűbb ködöt és romló tendenciát mutatott a berlini prognózis. Hogy jelentettük ezt a gépeltérítési szándékot, egy idő után
hát azt vettük észre, hogy ilyen katonai járművek közelítenek a repülőgéphez, mesterlövészek a létrának, voltak ilyen utas lépcsők annak a tetején, így megjelentek így előttünk. Gépeltérítővel nem nagyon tudtunk kommunikálni, úgyhogy azt találtuk ki, hogy a kezébe nyomtuk a rádiót, akkor ő leült ide a fedélzeti mérnöknek az asztalához, és hát elmagyaráztuk neki, amennyire lehetett, hogy amikor beszél, akkor nyomja meg a gombot, utána engedje el, és aztán gyorsan rá is jött, hogy működik, és onnantól kezdve ő gyakorlatilag saját maga tudott a toronnyal kommunikálni. A te emlékeidben hogyan él ez a fiatalember? Hát úgy, hogy nagyon fiatal volt. Roppant fiatal, tehát én olyan 20, maximum 20 évesnek gondolom. Nagyon ideges volt, tehát abban a pillanatban, amikor ránk fogta a géppisztolyt, akkor látszott rajta, hogy ő jobban meg van ijedve, ha fogalmazhatok így, a dolgoktól. Tehát remegett a szája széle és az ujja a ravaszon, de nagyon izgatott volt. Tehát ez egy elég kritikus pillanat volt, mert ilyen lelki állapotban nyilván nem lehet tudni, hogy mi fog történni a következő másodpercben. Olyan 175 magas körül lehetett, olyan 75 kilós katona volt. Még olyan gondolatunk is volt, és itt, ahogy hadonászott a géppisztollyal, el tudnánk tőle venni a géppisztolyt. Csak az a baj, hogy rögtön nem tudtuk, hogy van-e neki haverja hátul. Mert lehet, hogy hátul még vannak hárman vagy négyen, hát annak nem lett volna jó vége. Ugye? Onnantól kezdve, hogy leült, és a géppisztolyt le is fektette ide a műszerfalra, onnan már egy kicsit megnyugodott a hangulat, és akkor már nem izgultam különösebben. Tehát az nyilvánvaló volt, hogy ő nem egy ilyen terrorista szándékú gépeltérítő, vagy valami politikai szándék, vagy ilyesmi, hanem... Ő csak menekülni akar Lengyelországból. Hát igen, disszidálni akart, ez volt a célja. A szent elhatározás volt, hogy ezt az embert vigyük el, valahova tegyük ki, de ne Tempelhofra. A személyzet arra az elhatározásra jutott, hogy megpróbálják meggyőzni a katonát arról, Tempelhof helyett inkább Bécsbe repüljenek. Bécs amúgy is a járat kitérő repülőtere volt, ráadásul lényegesen jobb időjárás uralkodott az osztrák fővárosban, mint Berlinben. Katonának hát először nem tetszett ez a Bécs, és hát akkor kérjünk üzemanyagot, és mondták, hogy mivel szükségállapot van most Varsóban, meg az egész Lengyelországban, nincs üzemanyag. Hiába próbálkozunk is, ez az üzemanyaggal kell gazdálkodnunk, ekkor döntöttük el azt, hogy más alternatíva nincsen, csak az, hogy Bécsig elhozzuk, ez repbiztonsági, meg üzemanyag szempontjából is ez realizálható ez a dolog. A katona végül elfogadta Bécset célállomásként, majd egyre türelmetlenebbé vált. Hol a kapitány, hol a fedélzeti mérnök hátához nyomta a fegyvert, ezzel is sürgetve őket, hogy indítsák már be a hajtóműveket. Ha nem indítunk hárba, ez akkor lelő valakit. Na akkor kezdett úgy ideges lenni már, hogy akkor miért húzzuk az időt, ha most már megvan a desztináció, akkor indítsunk, és az irányító toronynak is mondtuk, hogy mi képesek vagyunk a nyitásra, be vannak zárva az ajtók, és azonnal vigyék el a lépcsőt, picit megnyugodott, ott lehet látni a fedélzeti mérnök, látja, az összes ajtónk zárva volt, tehát indíthatunk volna. A túszok száma azért nem növekedett a fedélzeten, mert a gép mellett tartózkodó állomásvezető Borovszky János még nem sokkal 6 óra előtt visszaterelte a varsói utasokkal érkező buszt a terminálba. Rá pár percre meg is érkeztek a speciális kommandó tagjai a 254-eshez. Bekapcsoljuk hozzá a gázhőmérőket, a rezgésmérőket, üzemanyagszivattyúkat be kell mindent kapcsolni hozzá. A torony ugyan nem adott engedélyt a hajtóművek indítására. A fedélzeti mérnök a kapitánnyal egyetértésben mégis úgy határozott, hogy a 2-es és a 3-as erőforrást üzembe helyezik. 18 óra 20 perc volt ekkor. De itt most a 3-ast indítottuk először, tehát a 3-as hajtóműre bekapcsoltuk, és ezt a főkapcsolót beintettük, és megnyomtuk ezt a gombot, és abban a pillanatban elkezdett forogni a 3-as hajtómű, ezt a kart indítást helyzetbe tettük, és akkor beindult a hajtóm egy perc alatt. Ahogy pörögtek fel a hajtóművek, a személyzet tagjai furazajokra lettek figyelmesek. Csomagtér ajtókat kinyitották lent. A repülőgép aljába a csomagtérben lábdobogásokat hallani. Hát mi sejtettük,
hogy itt valószínűleg arra készülnek, hogy esetleg alulról, mert ugye föl lehet jönni az utastérbe, hogy onnan próbálnának esetleg valamilyen katonai akciót indítani. És hát ez enyhén szólva aggasztott engem, mert nyilván akkor már jártak a hajtóművek, azt hiszem, hogy két hajtóművet beindítottunk, tehát az elnyomta a hangokat, de azért mi ismertük az ajokat, hogy mi mit jelent. Ő nem vette észre, hála Istennek. A pilóták üzentek a betonon lévő állomásvezetőnek, hogy zárja be a raktérajtókat, ez azonban nem történt meg. Így nem volt más választás, mint hogy a fedélzeti mérnöknek kellett lemennie az előtérre egy létra segítségével. A fedélzeti mérnök kiengedett egy létrát, itt van nekünk a fedélzeten egy létra, vagy volt, és azon lement, hogy intézkedjen, vagy önmaga bezárja, de nem jött vissza. A kapitány úr úgy döntött, hogy majd ő lemegy intézkedni. És hát ez végül is azzal járt, hogy őt is elkapták a gép alatt, ezek a biztonsági emberek, és elvitték a gép mögé. Ugye az egy olyan pont, ahova nem lehet látni innen, akárhonnan kinéz a gépeltérítő, nem látja, hogy mi zajlik, de a gép háta mögött voltak. És hát onnantól kezdve én egyedül maradtam. Természetesen az utasok még szintén a fedélzeten voltak, meg a légiutas kísérők is. Ekkor már majdnem este 7:30 volt. Nagy Imrét és Horváth Árpádot bekísérték a terminál épületbe, ahol a válságstáb tagjai alaposan kikérdezték őket, és rajzokat készítettek velük arról, hogyan lehet a raktérből az utastérbe jutni. Időközben megérkezett az a minisztériumi telex Magyarországról, amelyben az illetékesek határozottan megtiltottak mindenféle erőszakos akciót a repülőgépen. A helyi parancsnok viszont egyértelműen közölte, semmilyen szín alatt nem fogják elengedni a gépeltérítőt. A helyzet kezdett ismét egyre feszültebbé válni. Magyar válságstáb összesen megtiltotta, hogy mert a lengyelek akár szétlövik is, akkor se megy innen el dezartőr. Ez később kiderült, hogy a képviselőtől tudjuk az információt, hogy teljes szent elhatázás, hogy innen repülőgép dezartőrre nem fog elmenni, ha akármi lesz se. Mert előzőleg már elment 2-3 előző hetekben, napokban, és most ezzel példástatlanunk, hát éppen mi jöttünk. Ha ez pusztán a lengyel kommandósokon múlik, akkor valószínűleg itt akció történik. Akár egy mesterlövész, akár a csomagtérben lévő kommandósok valószínűleg akcióba léptek volna. De így, hogy a magyar hatóságok egyértelműen megtiltották, tudomásom szerint, hogy a gép fedélzetén bármilyen akciót hajtsanak végre, így nagyon biztonságban voltunk nyilvánvaló, bár én ezt akkor még nem tudtam. Nyilvánvaló volt, hogy próbálják őt kifárasztani. Az időhúzás pedig egészen este 10 óráig tartott. A kapitány és a fedélzeti mérnök többször is megpróbált visszamenni a gépre, de ezt megtiltották nekik. Időközben újabb telex érkezett Varsóba, amelyben a magyar kormány ismét leszögezte, hogy nem járul hozzá semmilyen erőszakos akcióhoz. A malév-varsói képviselői több alkalommal vitába szálltak a katonai egység vezetőivel. Elkezdődött az alkudozás a katonával, aki végül belement abba, hogy elengedi a túszok több. Ők 9:30 hagyták el a fedélzetet. Nem sokkal később azt mondták az eltérítőnek, hogy a 254-es raktérajtói megsérültek, így nem fog tudni a géppel elrepülni, helyette viszont kap egy másikat. 10:30 a malévgép mellé beállították a LOT egyik AN-24-esét. A katona sokáig hezitált, ám 1/2 óra múlva elfogadta az ajánlatot. Ekkor már csak Antolik Tamás maradt vele egyedül a pilóta fülkében. Én akkor át is ültem a másik ülésben, hogy jobban lássam, mi történik. Desszant főnöke megbeszélték, hogy föl fog ide jönni, ő lesz a túsz, és levetkőzött derékig, olyan mondom 0-1-2 fok volt, levetkőzött derékig, hogy nincs rajta semmi. És akkor itt egy pár szót váltottak egymással, itt a pilótakabin ajtajába, és utána mind a ketten együtt lementek. Katona eddig így fogta a géppisztolyt lefelé, és akkor így a vállára lopta a géppisztolyt, és visszament a desszantos a lépcsőn, ő is lement a lépcsőn. Ugye ott állt a katonai szállítógép, elsötétítve. Hát én nekem gyanús volt, hogy ez így
ez itt nem úgy fog lezajlani, ahogy számít arra a dologra. Lehetett látni, hogy millió kéz így megfogja rögtön. Ott ültek be, már a deszantos katonák várták, hogy bemegy, és akkor leszerelték. Eszméletlenül húzták ki a repülőgépből, és akkor berakták egy ilyen zsúbkocsiba. Még utána beugrott, vagy 6 ilyen bukósisakos, ilyen kommandós mellé, és aztán el is mentek, elvitték. A TUSZ dráma éjjel 11:30-kor ért véget. A személyzet visszatért a gépre, hogy minden rendszert leállítson, és bezárja a TUSZ-154-est. A pilótákat, a légiutas kísérőket és az utasokat ezt követően szállodába vitték. Egyértelmű volt, hogy csak másnap repülhetnek haza Budapestre. Szállodába mentünk, ahol rendeltünk egy üveg pezsgőt, és meg ha jól emlékszem, egy nagy üveget, meg két kis üvegpezsgőt, akkor azt megittuk a nagy ijegységre. És hát talán azt is el lehet még mondani, hogy az történt, kicsit vicces a történet, hogy egy pár hétre rá a Maléftől kaptunk egy üzenetet, hogy a pezsgőnek az árát ki kellene fizetni. Mert ezt mi természetesen a kapitány úr aláírta csak a számlát, és utólag, mikor megérkezett a gazdasági osztályra, akkor ott ezt nehezményezték. Meg kell jegyezni, hogy egy kis húzavona után azért elálltak ettől, tehát nem fizettük ki. Megittuk, de nem fizettük ki. A 121-es járat végül a következő napon délelőtt 10 órakor indult el Budapestre az utasokkal együtt. Érkezést követően a személyzet minden tagjának jelentést kellett írnia az eseményekről. Az élet pedig nem állt meg, pár nappal később tulajdonképpen az eredeti beosztásuk alapján folytatták a munkát és repültek tovább. Nem hagyott nyomokat bennem ez az egész, tehát se akkor, se később nem volt. Ez csak egy ilyen epizód volt, nem volt félelem vagy aggódás vagy ilyesmi, ugyanúgy menti az élet tovább. De amikor csak visszamentünk Varsóba, én mindig próbáltam például érdeklődni a gépelterítővel kapcsolatban, hogy tudják-e, hogy ki volt, hogy mi volt, mi történt vele, mi a sorsa, de őszintén soha nem tudtam meg. Pedig hát ma már ő is egy idős úriember lehet, ha él egyáltalán, de érdekelt, mert én egyfajta sajnálatot éreztem, szomorúságot, vagy nem is tudom. Tehát ő elrontotta az életét, az egészen biztos. Tehát abban az időben, ahogy te is említetted korábban, egy ilyen szükségállapot helyzetbe egy katonának, ráadásul gondolj bele. Mert ha bárki egy civil csinált volna ilyet, nyilván őt is meghurcolják. De egy katona az ugye egyből katonai bíróság elé áll. Most egy ilyen szükségállapot helyzetbe, ez nem is tudom, hogy milyen ítéletet kaphatod, de én sajnáltam őt, és mindig érdeklődtem, hogy tudnak-e róla valamit, vagy a képviseletvezető, vagy a állomásvezető, de őszintén nem kaptam olyan hírt, ami biztos lett volna. Amikor megérkeztetek másnap Budapestre, addigra a család már tudta, hogy veletek mi történt? Erre nem emlékszem sajnos, hogy kapott értesítést. Gyakran előfordult, hogy késett egy járat, vagy kitérőre kellett menni, vagy terven felül még egy járatot kellett végrehajtani valami oknál fogva. Tehát ezek nem voltak ritka esetek, de konkrétan arra a napra nem emlékszem. Na majd hazamegyek, aztán megkérdezem. Take off wind 320 divisor 9 and